Tisztelt hallgatóság! A kvantummechanika történetéről szóló következő videóban eljutunk tulajdonképpen a kvantummechanikának az igazi megszületéséhez, a hullámmechanikát, a kvantumos hullámmechanikát fogjuk megnézni. Mielőtt belefogunk ebbe, egy megjegyzés, ugye az előző előadásokban megláttuk, hogy meglepő módon kiderült, hogy a fény és az anyag is darabos, valamilyen módon, ez főleg a fényről volt meglepő, és megnéztük, hogy a kvantummechanika kezdeti próbálkozásaiban ott volt például a Bohr modell, ami részben sikert hozott, de aztán igaziból nem tudta megmondani az okát, hogy miért csak bizonyos pályák megengedettek, és nem is működött a bonyolultabb magokra, hasonlóképpen a Heisenberg-féle matrix mechanika se volt sikeres. Nos, az első komplett kvantummechanikai rendszer, ami átlépett ezeken a korláton, az úgynevezett hullámmechanika volt, aminek a kiindulása 1924-re tehető, egy De Broglie nevű fizikus nevéhez fűződik. Ez a De, ez egy nemesi előtag az ő nevében, azért van itt kisbetűvel írva. Szóval Louis De Broglie, egy fiatal fizikus 1924-ben a következő vad ötlettel állt elő. Eddigre már bizonyos volt, hogy a fény, amiről régen azt hitték, hogy hullám, a Maxwelli elektrodinamika elektromágneses hullámként írja le, kiderült, hogy részecske természete is van. Hát lásd a fotoeffektus, vagy éppen a Planck feketetes sugárzási magyarázata. De Broglie ötlete az volt, nem lehet, hogy fordítva is így van. Tehát, amiről eddig azt hittük, hogy részecske, mondjuk egy elektron, az valójában hullám, vagy hullám is, tehát valami furán kettős természete van azoknak, amiket részecskének ismertünk meg eddig. Meg is mondta, hogy hát ha a természet valamennyire is logikus, akkor a lambda egyenlő H per P formulának kell igaznak lenni. Ugye ezt fotonra a Compton kísérlet vezette el, hogy P egyenlő H per lambda, a Compton kísérletből tudjuk. Szóval, hogyha lambda egyenlő H per P hullámhosszat tulajdonítunk minden részecskének, akkor nézzük meg, hogy mire jutunk, mondta De Broglie. Hát ugye a P, a lendület, az M-szer V, vagy hát a relativisztikus formulát is ide beírhatjuk. De Broglie persze beírta, de most ezzel nem fogunk számolni. Az a lényeg, hogy minden anyagi részecske De Broglie feltételezése szerint egyben hullámzik is. Egyből azt lehet mondani, hogy ho-ho, ez a normál részecskék esetén ez kimérhetetlenül kicsi. Gondoljunk bele, ha egy 1 kg-os test 1 méter per szekundummal mozog, tehát mondjuk egy fél tégla gyalogló sebességgel mozgását vizsgáljuk, akkor az M-szer V az 1 SI alapegységekben, a H-nak az értéke 10 a mínusz 36-on SI egység nagyságrendű, a Planck állandóé, és ezért például ez a gyalogló fél tégla, tehát egy tipikus makroszkópikus test, hullámhossza 10 a mínusz 36-on méter nagyságrendű. Ez elképesztően pici, ugye az atom mag méretét említettük az előbb, 10 a mínusz 15-en méter, ez még az atom magnál is 21 nagyságrenddel kisebb, tehát természetes, hogy nem mutatjuk ki, de a kicsi részecskéknél, aminek a tömege sokkal-sokkal kisebb, ennek a hullámhossza már jelentős lehet. De Broglie, amikor előállt ezzel, akkor azt mondták neki, hogy ó, hát ez csak valami fantáziálgatás, semmi kísérleti bizonyíték nem szól mellette. De szerencséjére 2 éven belül Davison és Germer igazolták ezt kísérletekkel. Időhiányban nem térünk ki a kísérlet részleteire, az volt a lényege, hogy egy azonos energiájú, azaz azonos lendületű és hullámhosszú elektronokból álló nyalábbal kristálrács felszínét bombázták, és a kristálrács felszínén szabályos vonalak vannak, mint egy optikai rácsban, és az onnan visszaverődő elektronnyaláb
nem úgy verődött vissza, mint a golyócskák lennének az elektronok, hanem mintha hullám lenne, erősítés és gyengítési irányok voltak, mint egyfajta optikai rácsról való visszaverődéskor. És ezek pontosan megfeleltek a de Broglie féle elméletnek. Oké, rendben, de itt is az a probléma, mint a Bohr modellel, hogy jó-jó, most kitaláltunk valamit, ami megmagyaráz valamit a megfigyelési tényekből, de hogy lesz ebből egy egységes kép? Az egységes kép irányába való elmozdulás az segítette, hogy felismerték, hogy a de Broglie hullámoknak kapcsolata van a Bohr-féle kvantumfeltétellel. Itt van a Bohr-féle kvantumfeltétel, amiről az előző videóban beszéltem, ugye a pálya perdülete baloldalt, az egész számú többszöröse a h per 2pi univerzális állandónak, n ugye egy egész szám. Ez alapján Bohr le tudta vezetni a hidrogénatom színképét, de hogyha ezt az egyenletet átrendezzük az alábbi módon, ez csak matematikailag azonos átrendezés, amit itt láthatunk, akkor azt veszük észre, hogy van egy geometriai jelentése a Bohr féle kvantumfeltételnek, eszerint a kör alakúnak képzelt elektronpálya kerülete az egész számú többszöröse a de Broglie hullámhossznak. És ez azt jelenti, hogy talán találtunk valami kapcsolatot. Méghozzá, ha az elektronokat hullámnak képzeljük el, és itt az elektron hullámhossza, itt már nem nagyon pici, mert hogy az atomhoz képest nem nagyon pici, akkor a Bohr-féle stabil elektron pályáknak megfelelnek az álló hullám állapotok. Álló hullám, amikor egész számúszor fér bele a hullám hossza kerületbe. Például itt az n egyenlő 4-es eset, itt a legkülsőbb pályának az esete, itt négyszer hullámzik oda-vissza az elektron hullám függvénye, amíg ezt a körpályát megteszi. Remek gondolat ez. Valami alakul, gondolták a fizikusok, tehát van értelme a részecskéket, mondjuk elektronokat hullámként leírni, és a stabil állapotok, amin ott tud maradni a rendszer sok ideig, azok az álló hullámoknak felelnek meg. Persze a részletek nehezen álltak össze, és végül is egy Erwin Schrödinger nevű osztrák fizikus volt az, aki az első olyan komplett kvantumos hullámmechanikai elméletet írta föl, ami aztán a megfigyelésekkel megegyező eredményeket adott ki. Schrödinger a következőt mondta. De Broglie-nak ez a furcsa anyaghullám hipotézise igazolva lett az elektronos kristályrácson való visszaveretésekor. Aztán tudjuk a színképvonalakból, hogy az atom, a színképvonalakat úgy a legegyszerűbb magyarázni, hogy az atomokban diszkrét energiaszintek vannak, amik megfelelnek az álló hullámoknak az előző megfontolás alapján. És a diszkrét energiaszintek közti átmenetkor történik foton kibocsátás vagy elnyelés. És még emlékezett Schrödinger arra a tudománytörténeti tényre, hogy a hullámoptika az nagyméretű tárgyak esetén közelíthető fénysugaraknak az optikájával. És ez mit is jelent? Hogy még a klasszikus fizikában is volt egyfajta részecske hullám kettősség, mert bár tudtuk, hogy a fény az hullám, de hogyha a hullámhossznál jóval nagyobb méretű tárgyakkal hatott kölcsön a fény, akkor is jó közelítés volt ilyen kis golyócskákként elképzelni a fényt. Ugye ezért volt, hogy sokáig nem is jöttek rá, hogy a fény az hullám természetet is mutat. Tehát Schrödinger tudott mutatni egy példát, amikor egy hullámnak bizonyult dolog, az nagyméretű tárgyakkal való kölcsönhatáskor részecskeként is viselkedett. Szóval ezeken az alapgondolatokon támaszkodva Schrödinger 1926-ban írja föl a kvantumos hullámmechanikai alapegyenleteket. Ugye itt röviden hullámmechanikát fogok írni és mondani, de azért jegyezzük meg, hogy ez nem a vízfelszíni hullámok, hanem a kvantumos anyaghullámoknak az elmélete, amiről beszélek. Hogy megértsük Schrödingernek a világképét,
Először ismétlés és referencia gyanánt nyúljunk vissza a klasszikus fizika, a klasszikus mechanika világképére. A klasszikus mechanika mozgás törvénye, azt tudjuk, az a következő, vannak részecskék, vannak tömegpontok, amiknek megadhatjuk a tömegét, ez egy fix érték a klasszikus mechanikában, a relativitás elméletben függ a sebességtől, de ez ebből a szempontból egy kis részletkérdés, és a mozgását az RT helyidő függvénnyel határozzuk meg. Ha megmondjuk az RT függvényt, akkor teljesen leírtuk a részecske mozgását, mert a részecskének van határozott helye, és ebből mondjuk deriválással a sebesség, még egy deriválással a gyorsulás meghatározható, tömegszer sebesség a lendület, aztán maga a mozgás egyenlet, az pedig a Newton második törvénye, akár az Euler, akár az eredeti newtoni alakot tekintjük. Szóval ez egy szép determinisztikus világot ír le a klasszikus mechanika. Megadjuk a kezdeti helyet és sebességet, meg tudjuk a kölcsönhatást leíró erőtörvényt, hogy mondjuk ez gravitációs erő, rugóerő, és hozzátéve Newton második törvényét, ami ezek között teremt kapcsolatot, kellően sok matematikával felvértezve meg tudjuk mondani a testnek a későbbi sorsát, az RT-VT függvényeket. Ez tehát a newtoni mechanikának a világképe, határozottan definiálható pályával, helyen, sebességgel és a többi. Determinisztikus egyenletek vannak. A relativitás elméletben ez csak picit változik meg, tehát például a tömeg az sebességtől lesz függő, meg ilyesmi, de hasonlóképpen determinisztikus, tehát ebből a szempontból nem különbözik. Viszont a Schrödinger-féle hullámmechanika valami teljesen más világképet sugároz. Azt mondja, hogy egy részecskének a leírását nem egy RT helyfüggvény, hanem egy Psi-RT hullámfüggvény adja meg. Ez a vasvilla betű, ez a görög nagy Psi betű, hagyományosan ezzel jelölik a hullámfüggvényt. Ez a hullámfüggvény értékeket vesz föl a tér minden pontjában, minden egyes időpontban. Tehát itt halványan meghagytam ezt a vonalat, mint hogyha ezen a részecskének a pályája, visszalapozok, itt a klasszikus fizikában volt egy határozott pálya, itt ilyen elkenődött valamit látunk, ugyanis ez a hullámfüggvény, ez elvileg a tér bármelyik pontjában fölvehet nem nulla értéket, még ha egy elektron hullámfüggvényéről is beszélünk. Itt tehát nem arról van szó, hogy itt van egy elektron és megzavarja a környezetét, maga az elektron van szétkenve ezzel a Psi függvénnyel jellemezhető állapotban. Persze meg kell mondanunk a tömegét, és Schrödinger azt mondta, hogy például a lendület az a Psi-nek a hely szerinti deriváltjával kapcsolatos, ez a mínusz IH per 2P, ez csak egy konstans szorzó itt előtte, tehát azt mondja Schrödinger, hogy a hullámfüggvény hely szerinti deriváltja lesz a lendület, minél sűrűbbek a hullámok, annál nagyobb a lendülete, Schrödinger leírásában ez, és megadja azt az egyenletet, amit ugyan részleteiben nem írunk föl, de azért a jellegét lássuk, itt van a hullámfüggvény a jobb oldalon, ezt beszorozzuk egy furcsa úgynevezett Hamilton operátorral, ami leírja a rendszert, ez helyettesíti az erőtörvényt a kvantumos rendszerekben. Szóval az a lényeg, hogy a hullámfüggvény jelenlegi állapotából egy kicsit bonyolult matematikával, de határozottan fölírható matematikával meg tudjuk adni a hullámfüggvénynek a deriváltját. Ha a deriváltját meg tudjuk adni, akkor ez egy differenciál egyenlet a hullámfüggvényre, és akkor elég okos matematikusi háttérrel meg tudjuk oldani ezt. Schrödingernek tehát az a világképe, hogy a Psi-RT hullámfüggvény szét van maszatolva egy elektron esetén is, van egy egyenletem, aminek segítségével, ha kezdetben ismerem a hullámfüggvényt, akkor a későbbi állapotát is a hullámfüggvénynek ki tudom hozni.
Jó, de most ennek mi köze van a valósághoz? Kérdezheti valaki. Hol van az elektron? Milyen sebességgel mozog az elektron? Schrödinger erre azt mondja, hogy egy hullámnak nincs határozott helye vagy sebessége. A hely helyettesítője a schrödingeri világkében az a megtalálási valószínűség, ez pedig a psi RT a abszolút értékének a négyzete. Tehát ezt a hullámfüggvényt abszolút értékbe tesszük és négyzetre emeljük, az adja meg, hogy hol találhatjuk nagy valószínűséggel és hol kis valószínűséggel ezt a részecskét. Vagy a sebességeloszlás, az pedig a színek a térszerinti deriváltjaiból határozható meg. Hát ez nagyon bután hangzik, elhiszem, aki először hallja, az nem is tudja igazán megemészteni, úgyhogy járjuk ezt egy picit körbe még. Először is, amit eddig nem említettem, az az, hogy Schrödinger elmélete úgy működik, hogy a psi értéke nem valós szám, hanem komplex szám. Vagy képzelhetjük úgy, aki nem tanult a komplex számokról, hogy két valós függvény, a valós meg a képzetes része írja le a hullámfüggvényt. A Schrödinger egyenlet determinisztikus. Tehát, ha megadjuk a kezdő hullámfüggvényt, ki tudjuk belőle a későbbi hullámfüggvényt számolni. És amikor megmérjük a rendszer az egyik paraméterét, például a helyét, akkor a psi összeomlik, beugrik mondjuk egy helyre a hullámfüggvény, aztán utána újra a Schrödinger egyenlet szerint megy tovább. Ez a legdurvább dolog, ez a psi összeomlása. Ezeket a dolgokat szeretném a következőkben bemutatni. De még mielőtt az összeomlásról beszéljünk, nézzük meg, hogy minek felel meg leginkább egy elektron, mint részecske a kvantummechanikában. Ugye a kvantummechanikában a psi hullámfüggvény szétterjed, a tértávoli részre is szétterjedhet, de azért mégis mondjuk egy elektronnak, egy katódsugárcsőben van egy határozott helye. Hogyan jön ez össze? Következő módon, a Schrödingeri elmélet szerint, amit klasszikusan részecskének nevezünk, az mondjuk egy hullámcsomagként írható le. A pszínek a valós és a képzetes része van ábrázolva a baloldali diagramon. Itt a bemenetnél ez gyakorlatilag nulla, a kimenetnél is nulla, középen fölmegy, fölvesz valamekkora értéket, és ennek a komplex számnak az abszolút érték négyzete pedig egy ilyen dudort ír le. Ugye ez a psi abszolút értéknézet a megtalálási valószínűség, tehát hogyha az ilyen állapotú elektronnak megmérem a helyét valamilyen módon, akkor nagyon gyakran fogom itt találni az elektron, ritkábban itt vagy itt lesz az elektron, nagyon-nagyon ritkán itt is lehet az elektron, itt pedig elhanyagolható valószínűséggel bukkan föl, vagy hát gyakorlatilag nulla eséllyel bukkan föl az elektron. Van tehát bizonytalanság, mert nincs egy határozott hely a részecskének, mégis egyfajta véges szétkentséggel jellemezhetjük ezt a részecskét, hogy valahol itt van, legvalószínűbb, hogy középen. Az ismételt mérések kicsit más értékeket adnak, de azért ez nem akárhol lehet a világban az elektron. És hogyha ez a kis hullámcsomagocska, mondjuk egy milliomod méternyi, akkor nagyon jól beszélhetünk arról, hogy az elektron röpül a katódsugárcsőben, mert hát a helyét nem mérjük meg pontosabban, mint egy milliomod méter. Tehát azt mondja a Schrödingeri kép, hogy a testeknek nincs helyük, csak megtalálási valószínűségük, a megtalálási valószínűség az psi abszolút érték négyzetszer delta V-vel arányos, nyilván nagyobb térfogatban, azonos psi mellett nagyobb az esély, hogy megtaláljuk. A lendületet valahogy a deriváltakból tudjuk kiszámolni, ne törődjünk a matematika részletekkel, az a lényeg, hogy ez is helyről helyre változik, mint ahogy egy tenger felszíni hullámnak sincs egy sebessége, itt egy picit ilyen, ott egy picit olyan, így ez is bizonytalan valamennyire. És érezzük, hogy itt a bizonytalanságról van szó, Schrödinger levezeti
a Heisenberg-féle határozatlansági relációkat, tehát például a helybizonytalanság és a lendületbizonytalanság szorzata nagyobb vagy egyenlő, mint H per 2pi, sőt az energia és az idő között is talál ilyen kapcsolatot. Ez ugye Heisenbergnél merült föl, ugye a Matrix mechanikából jött ki, de Schrödinger megmutatja, hogy ez a hullámmechanikával is így van. Minél kisebb helyre van összenyomva a hullámcsomag, a delta x minél kisebb, annál nagyobbak lesznek a deriváltak, azaz annál nagyobb lesz a p-beli bizonytalanság. Visszalapozva csomagocskához, ha ezt képzeletbe összenyomjuk, sűrűbben lesznek a hullámok, de nézzük csak, itt nagy pozitív a lendület ezen a részen, itt pedig nagy negatív a lendület, hogy pozitív lehet a negatív a deriváltja ennek a psi értéknek, és ezért, ha összenyomjuk képzeletben ezt, akkor kisebb lesz a delta x, de nagyobbakat hullámzik pozitív-negatív érték körül a p, és ezért alakul ez így. Ez már egyfajta siker volt, de igaziból az kellene, hogy a valóságban tapasztaltakat hogyan adja vissza a Schrödingeri kép. És itt fogalmazták meg a kvantummechanika alapító atyái, most hirtelen azt nem is tudom megmondani, hogy ez ki volt, talán Bohr fogalmazta meg a korrespondencia elvet, hogy akármilyen vad elméletet is találunk ki a kvantummechanikára, legyen az mátrixmechanika vagy hullámmechanika, nagyméretű testekre alkalmazva vissza kell, hogy kapjuk a klasszikus fizika eredményeit. Különben nem a valóságot írja le az elméletünk, akármilyen hangzatosan is néz ki. Schrödinger bebizonyítja, hogy ez igaz a hullámmechanikára. Tehát ha a részecskére ható potenciális energia, mondjuk a külső gravitációs vonzás, vagy a külső elektromos térnek a potenciális energiája lassan változik, úgy értve, hogy lassan változik, hogy a részecskét jellemző hullámcsomagon belül csak egy picit változik meg, akkor be lehet bizonyítani, hogy ennek a hullámcsomagnak a közepe, a tömegközéppontja mondhatni, ez az F egyenlő M/A-nak megfelelően, a newtoni mechanikának megfelelően mozog. Tehát a katódsugárcsőben, amíg az elektron csak gyorsítjuk, meg terelgetjük elektromos mágneses terekkel ide-oda, amelynek a méretei sokkal nagyobbak, mint az elektron, mint kis hullámcsomagocska méretei, akkor használhatjuk a Newton törvényeket, míg ha ez az elektron hullámcsomag neki megy egy kristályrácsnak, ahol vele a hullámhosszal összemérhető távolságban vannak az atomok, tehát a hullámcsomagon belül megváltoznak az erők, na ott már a hullám tulajdonságot ki kell használnunk. És ezzel a korrespondencia elvvel, persze a matematikai részleteket végigszámolta Schrödinger, bebizonyította, hogy nem vagyunk ellentmondásban mindennapok tapasztalataival, mert ha lassan változnak az erők térben, akkor a hullámcsomagocska középpontja a Newton törvények szerint megy, de ha gyorsan változik, mert mondjuk az elektron egy atommal ütközik, akkor kell a hullám természetet figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy még mindig nem teljesen világosít minden, és ezért hoztam néhány animációt, amit szeretném bemutatni ennek a működését. Jelmagyarázat, Psi 1 és Psi 2 a hullámfüggvény valós és képzetes része lesz az ábrákon, a potenciális energiával fogjuk jellemezni a testre ható erőket, ugye az erő a potenciális energia deriváltjának a mínusz egyszerese, és nagy elvel jelöljük a részecskék összenergiáját. Valamint nem akartam ilyen 10 a mínusz 12-en másodperceket meg mit tudom, 10 a mínusz 19-en dzsúlokat írni, és ezért ilyen önkényes egységekbe mutatom meg ezeket az animációkat, azért, hogy ne zavarjon senki, a részletek ne vigyék el a figyelmünket a lényegről. Tehát itt csak egy benyomást szeretnénk kapni, fizika történetből nem számolunk ezekkel.
Most megállítom ezt az animációt, ez egy egységnyi tömegű részecskének a hullámfüggvénye hogyan oszlik el, hogyha letettem az origóban, és hagyom, hogy a hullámfüggvénye szétterjedjen. Nem fog teljesen szétterjedni, mert nézzük az alsó diagram, a V a potenciális energia, itt nulla a potenciális energia, aztán itt hirtelen nagyon magasra, mondjuk azt, hogy végtelen magasra fölugrik, tehát a hullám nem mehet tovább ennél a falnál, olyan, mintha egy ilyen szögletes falu gödörben engedném a részecskét ide-oda menni, és nézzük csak, most elengedem, látjuk, hogy egy kis tömegű részecskének a hullám függvénye a Schrödinger egyenlet alapján szépen szétoszlik, és elkenődik a részecske, és a bezárt dobozba ide-oda hullámzanak még a részei. Ha mondjuk megállítom ebben a pillanatban az animációt, azt jelenti, ha most megmérném az elektron helyét, akkor elég gyakran itt, vagy itt, vagy itt kapnám meg az elektron helyét. Nagyon ritkán lenne itt, ahova most mutatok a kurzorral, vagy itt is ritkán lenne. Tehát valamiféle hullám természetet meg tudnék figyelni ebben az esetben. De, visszamenve az elejére, ha leteszem az elektront itt a közepére, és akkor tudom, hogy ide van koncentrálódva, nagyon-nagyon hamar szétoszlik a hullámfüggvénye, és bizonytalan lesz, hogy hol is van ez. Hogyha ugyanezt megismétlem egy 25-ször nagyobb tömegű részecskével, akkor ugyanezt látom, csak sokkal lassabban. Kiderül, hogy a tömeg gyökével fordítottan arányos a sebesség, tehát 5-ször lassabban történik ez az eloszlás. A nehezebb részecske az lassabban kenődik szét. A számításban azért, hogy az olyan nagy részecskék, amiket már a szemünkkel is érzékelünk, mint akár csak egy porszem is, az pedig évmilliárdok alatt kenődik csak annyira szét elvben, hogy kimutatható legyen, persze előtte már megzavarja sok minden más. Ha adok egy kezdősebességet a részecskének, akkor az, láttuk az elején, visszamegyek, nézzük csak. Az elején szépen elkezd balról-jobbra mozogni a közepe, de aztán ahogy verődik ide-oda, ez a függőleges szaggatott vonal a tömegközéppontját jelöli a hullámcsomagnak, végül is egy ilyen rezgésbe vált át. A kis tömegű részecske benne ebben a gödörben össze-vissza hullámzást produkál rövid idő alatt. A nagy tömegű részecske egy ideig még együtt marad a hullámcsomagja, de aztán kezd szépen szétoszlani, de néhány ide-oda verődés erejéig a tömeg középpontja látjuk úgy megy jobbra-balra, mint egy golyó pattog a két fal között. Ugye ez a korrespondencia elv, ez a számítógépes szimuláció, a Schrödinger egyenletet oldja meg erre az egyszerű esetre. Minél nagyobb a tömeg a részecskének, annál lassabban történik meg ez a szétoszlás, és a makroszkópikus részecskék esetén ezt végül is észre se vesszük. Itt pedig azt mutatom be, hogyha nem két fal között verődik ide-oda a részecske, hanem képzeletben egy rugóra ültetem fel a részecskét, ugye a rugóerőnek a potenciális energiáján parabola. A V az X négyzettel arányos, a klasszikus fizikában tanultuk, akkor a hullámcsomag közepe szép szabályos harmonikus rezgőmozgást végez. Lehet, hogy maga a hullámcsomag egy kicsit szétoszlott, nézzük meg a nagyobb tömegű részecskével, lehet, hogy a hullámcsomag szétoszlik, de a közepe a harmonikus rezgőmozgásnak megfelelően mozog, és Schrödinger ezt persze exaktul ki is számította. Ugye a hullámcsomag közepe nem mehet tovább, mint ameddig az energiája szaggatott vonal engedi. Tehát visszaköszön a klasszikus mechanika, de azért valójában a háttérben ilyen kicsi hullámok vannak, és hogyha a részecske tömege kicsi, akkor ez a hullám tulajdonság nagyon gyorsan szétmaszatolja a hullám csomagot. Nos,
Schrödinger egyenlete volt a nagy áttörés, de természetesen fejlődött tovább a hullámmechanika. Kiderült, hogy azért rászorul egy kis javítgatásra a Schrödinger egyenlet, ezek közül a legjelentősebb egyet említek meg, a Dirac egyenlet, ezt egy Paul Dirac nevű fizikus írta föl 1928-ban. Lényegében beépítette a speciális relativitás elméletet, ugyanis a Schrödinger egyenlet a kissebességű mozgásokat írta csak le helyesen, meg az elektromágneses tereket is figyelembe tudta venni a Dirac egyenlet már. Tiszta matematikai trükközés volt, amit Dirac csinált, és az jött ki neki, hogyha olyan hullámmechanikát akarunk, amire érvényes a korrespondencia elv, de a relativitás elméletet is tudja, meg a mágneses tereket is tudja, akkor kiderült, hogy a pszi nem is kettő komponensű, nem is komplex szám, hanem négy komponensű. Na hát, komplex számokról feltétlenül önök, mérnök hallgatók hallottak már, a négy komponensű kvaterniókról valószínűleg nem. Ez egy ilyen még komplexebb szám, ahogy kiderült, de kiderült, hogy nem működik máshogy ez a dolog, és a kvantum és speciális relativitás elméletet egyesíti egymással. És az jött ki egy furcsa matematikai szükségszerűségként, hogy minden részecskének van antirészecske párja. Például az elektronnak van egy párja pozitron, ami azonos tömegű, csak ellentétes töltésű, az elméletből kijött, és pár évvel később meg is találták a pozitront valóban. Hát, hogyha valaki utána lapoz, kiderül, hogy sokan vitatják, egyesek szerint már 32 előtt is látták valakik a pozitront. Én most ebben nem mennék bele, az a lényeg, hogy Dirac az elméletét, Dirac a Schrödinger egyenletet próbálta relativisztikussá tenni, és ezt csak úgy tudta megtenni, hogyha fura plusztagokat, új komponenseket vezet be, és ebből kiderült, hogy az antianyagot is le tudta írni, és az igaznak bizonyult. Ezek csodálatos dolgok a fizika történetében, amikor ilyen következik be. Emlékezünk, hasonló volt Maxwell és az elektromágneses hullámok elmélete, hogy az eltolási áramot az egyenleteknek egy speciális tulajdonsága miatt vezette be, és aztán kiderült, hogy épp ez kell az elektromágneses hullámokhoz, és ezt tette lehetővé például a rádiózást. Nos, a Dirac kiegészítése a Schrödinger egyenlethez pedig az antianyag felfedezéséhez vezetett. A hullámmechanika a minden furcsasága ellenére nagyon sikeres. Megmagyarázza a kettős természetet, az elektronok, de a fény esetén is kiderült, hogy a fény is remekül leírható ilyen módon. Ez már nem csak a hidrogén, hanem a bonyolultabb atomoknak az energiaszintjeit is jól adja meg. Az egyenleteket magukat nagyon nehéz az egyre több és több elektron esetére megoldani, de lehetséges, és visszakapták a megfigyelt színképvonal szerkezetet. Aztán ez alapján megmagyarázták a periódusos rendszernek a szerkezetét is. Erre az alapozó fizika kurzusokon itt általában ki is térünk ennek a részleteire. Szóval a kémián, az elemek kémiai tulajdonságának az alapvonása is levezethetők belőle. Aztán, amiről a következő témában tanulunk, a magfizika. A magfizikának a folyamatait is megmagyarázza, és nem lenne mondjuk atomerőmű vagy atombomba kvantummechanika nélkül. És még számtalan alkalmazása van, amit én föl se tudok sorolni, csak néhányat a legmodernebb részről említek. Ma már például a mikroprocesszorokban olyan picik a méretek, 10 nanométernél keskenyebbek a drótok a legfejlettebb mikroprocesszorokban, hogy az elektron már egyáltalán nem kezelhető részecskeként, hanem az elektronokat hullámként kell kezelni a nagy integráltságú áramkörökben. Vagy például az úgynevezett Q-ledes kijelzőkben a Q az a kvantumnak a jele, az egyik legfejlettebb, legszebb színvisszaadású kijelzők kvantumos effektusokat
használnak. Lényegében ilyen dobozba zárt elektron energiaszintjeit hívják segítségül. És a legdurvább dolog, ami még kísérleti fázisban van, a kvantum számítógépek esete, ha ezeket jóra sikerül megcsinálni, akkor bizonyos optimalizási feladatokat a jelenleginél sok nagyságrenddel gyorsabban lehet megoldani. Tehát rengeteg kísérleti bizonyítéka van, és ha egy mai mobiltelefont veszünk, biztosak lehetünk benne, hogy abban a processzorának a tervezésekor kvantumos hatásokat is figyelembe kellett venni. Ennek ellenére, a sikerek ellenére a mai napig fennálló értelmezési nehézségek vannak. Erről szól majd a következő videó, de mielőtt az értelmezési nehézségekbe belemegyünk, azelőtt egy dologra szeretnék csak visszautalni. Heisenberg vagy Schrödinger, Mátrix vagy hullámmechanika írja le a valóságot. Kimutatták méghozzá a magyar Neumann János és Marshall Stone közös munkájában, hogy a Mátrix mechanika és a hullámmechanika egyenértékű, bármilyen meglepő is. Azt mutatták ki Neumann Jánosék a 30-as években, hogy a mátrixok komponensei, a Heisenberg mátrixok komponensei, azok lényegében a Schrödinger-féle hullámok különböző frekvenciájú részének a súlyfaktorai. Aki tanult ilyenről, hogy Fourier komponens, akkor annak mond ez valamit. Kiderült, hogy tulajdonképpen a Heisenberg mátrixok a Schrödinger hullámoknak a Fourier komponenseit tartalmazzák. És mind a kettő ugyanazt írja le. Csak hogy a Schrödinger-féle hullámmechanikának van szemléletes jelentése, a Heisenbergnek pedig nincsen. Tehát gyakorlati számításokra a Schrödinger-féle hullámszemléletet szoktuk használni. Na most, aki nem tanult Fourier transformációt a saját szakján, annak csak egy dolgot mondanék hasonlatként, ez csak egy hasonlat, de valószínű, hogy a hallgatóság találkozott ezzel, a zene, vagy hát egy hang, leírható az idő függvényében, mondjuk a légnyomással, hogy hogyan változik, ez az idő függvényében hogyan változik a légnyomás ebben az esetben, ez pedig a spektruma, vagy színképe, hogy hány herces hangból mennyi van benne. Például látjuk, hogy a legtöbb az 500 valahány hercesből van. Aztán 2000 Hz környékén is van egy viszonylag nagyobb plató benne. És egy kevés 4000 Hz-es komponens is van ebben a hangban. Nos hát, valami ilyesmiről szól a Fourier transformáció, és valami ilyesmi a kapcsolat a Heisenberg Matrix, ez a jobb oldal, meg a Schrödinger-féle hullám között is, hogy a Heisenberg Matrix komponensek a Schrödinger-féle hullámnak a különböző frekvenciájú komponensei. És akkor egy szép kerek egységgé látszik összeállni ez a kvantummechanika, de ott vannak a súlyos értelmezési kérdések. Például hogy is van, hogy véletlenszerűség van a természet törvényeiben, vagy mi is az az állapotfüggvény összeomlás, amit egyszer megemlítettem, de aztán nem fejtettem ki részletesen. Nos, úgy célszerű földarabolni ezt az előadást, hogy erről már csak a következő videó fog szólni. Köszönöm szépen a figyelmet!